Vendégünk pedig Tötszegi Tekla, a Néprajzi Múzeum aligazgatója, akit erről a kiállításról fogunk kérdezni, és a varrotosokról, amikhez én nem értek. Nem baj, mert most megtudjuk, hogy mit kell értsünk hozzá. Miről szól a kiállítás? Köszöntjük! Kalotaszegi írás után varrott kézi munkákat, textíliákat állítottunk ki a kiállításban. Köszönhetően annak az óriási érdeklődésnek, amely Kalotaszeg népművészetét a 19. század utolsó évtizedeiben övezte, a korszellemnek megfelelően, illetve hát a Kalotaszeg nagyasszonyaként emlegetett Gyarmati Zsigáné Hórietelka közreműködése révén. Azért Kalotaszeg nagyasszonya, mert hogy pontosan ezt a varrotosoknak az elterjedését, azt, hogy az asszonyok varjanak, ezt nagyon támogatta. Így van, tehát ő volt az egyébként gyerőmonostori papleán, később Bánfi Hunyadi nagyasszony. Ő volt az, aki az 1885-ös országos kiállításra berendezett egy kalotaszegi szobát, tehát őt bízták meg azzal, hogy textíliákat gyűjtsön be, illetve más népművészeti tárgyakat. És tulajdonképpen az ő otthona volt a későbbiekben hosszú időn keresztül kutatók, művészek, érdeklődőknek egyfajta zarándok helye. És ő volt az, akinek a nevéhez fűződik a kalotaszegi háziparnak a megteremtése. Munkát szerzett az itt élő asszonyoknak, mintákat vitt, alapanyagokat vásárolt, közvetített. Tulajdonképpen a varrottasok iránti széleskörű érdeklődés az ő munkásságához is köthető. És a készítőket is gondolom ez arra sarkalta, hogy egyre többet és egyre szebbet. Igen, és egy picit másat is varjanak, mert természetesen ezek a kézi munkák a rendelőknek az igényeihez igazodtak. Ezzel párhuzamosan viszont a saját környezetben tovább éltek a hagyományos motivumokkal, hagyományos kompozíciójú textiliák is. Milyen jellegzetes része van ennek a kiállításnak? Tehát az mondjuk kalotaszegi varrottasok. Mitől kalotaszegi varrottas egy varrottas? Tehát az egyik, a három alapdíszítési technika közül, tehát van az írás után készített, van a vagdalásos, illetve a szálán varrott fonott keresztemes típus. Ez az írás után készített. Kevesen tudják, hogy ennek is két típusa volt. Az egyik a kisírásos, az 19. században volt jellemzőbb, a későbbiekben a nagyírásos ezt kiszorítja. A kettő között a különbség, tulajdonképpen mind a kettő ilyen zsinórszerű, előrajzolt minta alapján ettől írásos, tehát koromlével, tejben, vizes tejben áztatott koromlével rajzolták eredetileg glúttollal, vagy sastollal, majd később egy hegyes szerszámmal a mintákat, és a kisírásosnál egy egyszerű láncsor, egy ilyen tágabb láncsort készítenek, szellősebbek ezek a minták. A nagyírásosnál széthúzzák, sűrű és széthúzott lánc öltéstípust láthatunk. Ez terjedt el egyébként a későbbiekben, és a tájegység határain messze túlnyúlva és a parasztság, tehát a létrehozó közösséget messze túlnyúlva terjedt el polgári millióban is. És napjainkban, hogyha körbenézünk templomainkba, azt láthatjuk, hogy nem csak polgári enteriőrökben, de templomokban is felekezeti különbség nélkül jelen vannak az írásos kézi munkák. Amitől különleges ez a kiállítás, annak ellenére, hogy egy egyetlen kiállítási egységen belül próbáltuk azt is megmutatni, hogy a polgári millióban hogyan jelenik meg egy teljesen új kontextusban az írásos kézi munka. Ez a díszpárna hogyan jelenik meg? Díszpárna is megjelenik például. Egy kis enteriőrt berendeztünk, ahol drapéria van, falvédő. Jaj, diabla, tehát, igen, drapéria. Igen.
Tehát olyan textília típusok, tárgytípusok, amelyek egyébként a hagyományos paraszti enteriőrökben nem szerepelnek. De emellett a tárgyaknak a döntő többsége az 19. századi eredeti környezetből származó textília. Többségük lakástextil, hiszen ez a textília főként lakástextileken, párnáknak a végein, lepedőkön, díszlepedőkön jelennek meg. Emellett ugye a lakodalmi szokásokban is jelen van, minden lány legalább 12-16 kendőt írásossal, vagy később más technikával is hímzett kendőt készített, hiszen a kelengyét vívő ökrös szekeret, vagy a ezzel díszítették fel. Azt azért nagyon meg kellett rakni azt a szekeret, kellett mutasson, amikor vitték, és kellett hozzá, szép is legyen. Tehát pontos képi anyagunk 1895-ből van, szintén Gyarmati Zsigánénak köszönhetően. Egy 1895-ös Bánfihunyadi lakodalmon fotóztatott a dunki fivérekkel, és ilyen kelengyével megrakott vetett ágyat is láthatunk, illetve menetet is a képeken. Sőt, a vetett ágyon a szokástól eltérően, tehát a mindennapokhoz képest, tehát attól eltérően, mindkét végét, mindkét oldalát felöltöztették a párnáknak, tehát bármelyről nézte az ember, akkor hívzett. Mindig csak egyik oldaluk, az egyik végét. Hát persze, mert az ágy az a falnak van támasztva. Feldíszítették mind a két oldalát, és tulajdonképpen ez egy nagyszerű alkalom volt arra, hogy a lánynak az ügyességét, a szolgalmasságát, a leleményességét, a szép érzéket is megmutassák és hirdessék ugye a közösségen belül. Mondhatjuk azt, hogy ennek az iránynak most újra kezd divatja lenni, és ezért most nagyon jókor van ez a kiállítás? Tehát, hogy minthogyha az emberek újra e felé fordulnának, és igényük lenne rá. Tehát azt láthatjuk, hogy ugye az első ilyen érdeklődés fellángolás ugye a 19. század végén volt, utána a két világháború között szintén egy kalotaszegi értelmiségi hölgynek, Kónya Gyulán és Éfer Teréznek a magyar valkói papné volt a tevékenysége révén egy újabb lendületet láthatunk. Későbbiekben ugye Szent Imdei Judit révén a dolgozónő hasábjain is minták jelentek meg. Sinkó Kalló Katalinnak 80-ban megjelent a kalotaszegi nagyírásos kötete, akkor... Vele hamarosan megismerkedünk egyébként felvételről. Igen. Tehát neki a 80-ban megjelent kalotaszegi nagyírásos kötete széles körben elérhetővé tette ezeket a mintákat. Tehát a 70-es, 80-as évek polgári enteriőrjeiben, különösen értelmiségi enteriőrökben, de nem csak, jelen vannak az írásos kézi munkák, és azt látjuk, hogy az utóbbi évtizedekben az ilyen irányú oktató tevékenységeknek a hatására az eredeti darabok, tehát a klasszikus eredeti darabok és nem a feldolgozott változatok iránt egyre nagyobb az érdeklődés. Én azt javaslom, hogy álljunk meg egy pillanatra, ha már csak már azért is, mert szó volt erről a kötetről, a nagyírásosról, Sinkó Kalló Katalin kötetéről, akiről sok mindent tud. Nézzük meg, kollégáink néhány évvel ezelőtt jártak nála, megkeresték, forgattak vele, lássuk, mit dolgoztak. A Bánfihunyadtól nem messze fekvő magyar gyerőmonostor, a Báró kemény család egykori birtoka, hagyománytisztelő lakosairól híres. Itt található Kalotaszeg legrégebbi egyházi műemléke, a tatárjárás előtt épült, gótikus stílusban megújított református templom, az egyetlen a vidéken, amelynek belsejét kizárólag kék írásos díszíti. A kiállított daraboknak egy része Sinkó Kalló Katalin keze munkája. Az ünnepélyes kék a hagyomány szerint a férfiak színe, magyarázza Katica néni, aki éppen a legújabb megrendelésen egy teljes templom belső garnitúra elkészítésén munkálkodik. Most egy pattakaró készül egy máramarosi templomba, egy középkori templomba,
Máramarosban van egy sziget mellett egy falu, amit úgy hívnak, hogy Hosszú Mező. Egy ilyen magyar sziget ott a román tengerben. És ott van egy református templom, egy középkori templom, amit most újítanak fel. És oda rendeltek egy egész ilyen belső berendezést, ilyen textileket, úgy, mint úrasztali abroszt, szószékterítőt és ilyen pattakarókat. A kalotaszegi varrottas nevét a tájegységről kapta, amely Erdélyben a Kalotapatak mentén és a Kőrös szegletében mintegy 34 falut egyesít. A lendületes vonalvezetésű kalotaszegi hímzések közkedvel technikája a zsinóröltéses, nagyírásos. Katica néni segédje, a falubeli íróasszony éppen egy bibliaborító elkészítésén dolgozik. Akkor csinálja a sarkaiba majoránát így befelé. Így. Igen, dupla majoránát. A varrottasok megírásánál a vászon beosztása a legfontosabb, mivel a mintáknak mindig szabályosaknak kell lenniük, magyarázza Bori néni. Ez egy rózsa, ez egy tulipán, ez még majorána itt a sarkaiba, ez csipke, úgy mondják, csipkézés. Ezek a motivumok, ezek a leggyakoribbak, mert van sokféle, de többnyire ezeket varjuk, rajzoljuk. Kell hagyni helyet a rajz közt, hogy lehessen kivarni, és mert szélesen jön a varás. A hímzés ugyanis annál szebb, minél tömöttebb és dúsabb. De akkor igazán művészi, ha benne van a varróasszony lelke és egyéni stílusa, teszi hozzá. Nagyírásos az tulajdonképpen egy zsinór varázs, ami sehol a világon nem létezik, csak itt Kalotaszegen. A zsinóröltés, hát ez azt jelenti, hogy egy ilyen kiszélesített láncszem, és olyan a hatása, mintha egy zsinór lenne rávarva a vászonra. Egy eléggé különleges valami. Talán a valahol Ázsiába fellelhető, Észak-Indiába hasonló technikával készült kézimunkák. Régen fehér fodorvászonra vartak piros pamut cérnával, vagy más néven volgával. Most már sokan a varróasszonyok közül műszálas, élénk színű cérnát használnak, mert jobban tartja a színét. Nem csak Monostoron, hanem Kalotaszeg szerte. Tehát ahogy a leány megszületett, már kezdték neki a vásznakat szőni, mindig amikor finomabb anyaghoz jutottak hozzá, akkor félretettek egy végvásznot, amire aztán majd megbarták az illető leánynak a kelengyéjét. A minimális kelengye az meg kellett legyen, mert ha nem, akkor nagyon kibeszélte a falu. Katica néni édesanyjától örökölte a varrás szeretetét, serdülőkorától pedig tudatosan kezdte gyűjteni a vidék mintáit. 1980-ban megjelent könyve a kalotaszegi nagyírásos 360 mintát tartalmaz, és ezek jeleinek és szimbólumainak rendszerét elemzi. Az anyag feldolgozásánál megfigyelte például, hogy az állóbokorszerű minták visszavezethetőek a magyar díszítőművészetben általánosan elterjedt életfa motívumra. Ez az életfa. Ez a minta maga. Tehát egy ilyen kosárból indul ki, középen egy tulipán, aki egy nő, és a két kígyó vigyázza. A nagyírásos varrás technikáját sajnos már nagyon kevesen ismerik a vidéken. Én nagyon remélem, hogy azért mégse én leszek az utolsó mohikán, mert nem is nagyon szeretnék az lenni, hanem talán megpróbálunk egy ilyen tanfolyamot indítani a fiatalabb asszonyok részére, akkor aztán hát, ha kedvet kapnának még a fiatalabbak is. Addig is Katica néni háza és tiszta szobája nyitva áll a népművészet iránt érdeklődők előtt. Szenvedélyéről, a nagyírásos varrásáról bármikor szívesen mesél. A turisták számára pedig még a nyári dolog időben, szénahordáskor is szívesen szakít időt. Az imént is azt hallottuk, hogy reméli, hogy nem ő lesz az utolsó mohikán, aki ilyet még var. Most egy múzeumban kiállított gyűjteményről beszélünk.
van még, aki var ilyet? Vagy esetleg férhez menendő lánynak kell még ilyen a kelengyébe, vagy ez a történet már elmúlt? Hát egyrészt generációról generációra öröklöttek darabok, tehát a fiatal lányok kelengyéjében, ott, ahol erre igény van, van még a szülők, tehát az édesanyja vagy a nagymama kelengyéjéből is. Az örökölt darabok. Örökölt darabok, erre számos példa van. Ugyanakkor pedig épp a kiállítás megnyitón beszélgettem fiatalokkal is, akik arról beszéltek, hogy ők is szívesen, tehát olyanok, akiknek örömet jelent a kézi munkázás, kikapcsolódást jelent az, hogy varhatnak, érdeklődnek a kalotaszegi írásos, nagyírásos, kisírásos iránt is. Tehát családja válogatja. Persze tudjuk, hogy sok mindentől függ, de egy olyan családban, ahol a fiatalt ilyen kézi munkák vették körül, tehát a mindennapjaiknak része volt, tehát ez a példa ragadt rájuk, ott valószínűleg jelen lesz a későbbiekben is, és igény lesz rá. Kicsit nézzük meg, hogy a kiállításnak az anyaga, a gyűjtemény hogy állt össze, hiszen azt mondtuk, hogy elég nagy kiállítás lehet, tehát hogy rengeteg munka van. Igen, tehát az Erdélyi Néprajzi Múzeum gyűjteményében több mint, hát közel 300 írásos technikával díszített kalotaszegi eredetű darab van. Ezeknek tekintélyes része párnavég, szétfejtett formában, vagy eredeti formában megőrizve, illetve igen sok kendő van. Beszéltem az előbb arról, hogy ezeknek ugye a lakodalmi szokásban mekkora szerepe volt, de a lakás díszítéséhez is felhasználták ezeket. És mivel gyűjtésük elkezdődött igen korán, 1900-as évek legelején, és az utolsó beszerzések ebben a tekintetben az 1980-as évekből való, tehát egy igen hosszú időszakot ölelt fel. Nem mindig tudjuk, hogy pontosan kalotaszegről honnan származnak a darabok, hiszen igen gyakori volt az a 20. század elején, hogy beszállítók, kereskedők hoztak tárgyakat, mint mindenfele egyébként néprajzi múzeumokba. És hát az egyik ilyen beszállító például egy körösfői asszony volt, egy másik egy Torda Szent Lászlói asszony, és a lelőhelynél kalotaszeg van feltüntetve, és hogy kitől vásárolták ott meg a körösfői asszony, de nem lehetünk abban biztosak, hogy mind körösfői darabokról van szó. Akik ezeket varták, azért ha már olyan szépre sikeredett a munka, büszkék is voltak rá, és mint Picasso aláírták. Hogy van ez a történet? Igen, ez nagyon érdekes egyébként, mert a legrégebbi darabok 1845-ösek. Tehát több darabunk is van 1845-ös évszámmal, tehát még a kötelező iskolai oktatásnak a megjelenése, tehát a törvény bevezetése előtt már az írásbeliségnek egy fejlettebb szintjéről árulkodik ez. Alá tudta írni magát varrásban. Az íróasszony írta, ezért nagyon gyakran az jelenik meg a kézimunkán, hogy írták 1860-ban, valahányban. Másod írta, tehát írták, vagy írta ez a két kifejezés a gyakori, vagy az, hogy varta. Tehát ezért is lett ez a kiállításnak a címe, mert azt látjuk, hogy az íróasszonynak, akik régebb ugye a falunak az öregasszonyai voltak, később 19. század végére már specialistának lett a munkája ezeknek a mintáknak az előírása, tehát az írónak a személye, illetve a varrónak a személye egyaránt fontos volt. Tehát egyfajta
szakmai büszkeség, illetve a kivitelezett munka feletti örömnek, elégedettségnek, büszkeségnek a kifejeződése volt ez. Többször újra és újra nem felfedezték, de hogy valamilyenképpen visszavitték a kalotaszegiek köztudatában ennek a fontosságát, ennek, hogy varjanak ilyet. A motívum világa is ehhez kapcsolódva újabb, vagy azért a minták, vagy a mintáknak a motívumai, azok sokkal régebbiek? Tehát nagyon érdekes azt hiszem, hogy ennek a beszélgetésnek a kereteit, az, hogy én ezt kifessem. Szűkülnek a keretei a beszélgetésnek. Az túlfeszíteni. Nagyon érdekes megnézni, hogy előképek megjelennek, tehát a mintáknak előképei megjelennek más tájegységeken, illetve más társadalmi osztályoknak a textilkultúrájában. És az is, hogy ugyanaz a minta a különféle technikákkal egyrészt hogyan változott. Tehát a kisírásos esetében még jól átlátható minta, szellősebb kivitelezés. A nagyírásosnál ilyen foltszerű, nagyon tömör, alig nyomon követhető mintát látunk. És akkor utána egyrészt a külső beavatkozás eredményeként az új igényeknek, az új tájtípusoknak megfelelően pedig fellazulnak újból a díszítmények, tehát sokkal szellősebbek lesznek, nagyobbak lesznek. Tehát érdekes ezeket a változásokat nyomon követni. Meddig lehet megnézni ezt a kiállítást? Szeptember 19-ig lesz nyitva a kiállítás, tehát szeretettel várunk minden szép és szép iránt érdeklődőt, kalotaszeg iránt érdeklődőt a kiállításba. És nézze meg, könnyű dolga van, a főtér északnyugati sarkáról kell elindulni a kolozsmonostori apátság felé, és ott a Redut. Köszönjük szépen, hogy segítettek nálunk, hogy eljött hozzánk.